Hírstúdiónk vendége F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, akivel a térségi fejlesztésekről adunk tájékoztatást. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a televízió nézőket. Számos beruházás, fejlesztés történt meg az elmúlt időszakban, városunkban és a térségben. Elég, ha csak a Kátai Gábor kórház bővült gépparkjára gondolunk, vagy éppen Tiszafüreden az nemrégiben átadott orvosi rendelőre, illetőleg itt a Kisfürdő területe mellett megtalálható rendezvény központra. Hogyan értékeli ezeket? Miért fontos ez a város és a térség életében? Én azt látom, hogy dinamikusan fejlődik a térség, hiszen van mit behoznunk, ennek a térségnek van mit behoznia, szépül, épül, egyre több fejlesztés történik, és ez látszik Karcagon is, hiszen ha elmegyünk akár a piaszcsarnoknál, látjuk azt, hogy az én gyerekkorom óta szinte teljesen úgy volt ez a, talán úgy hívtuk, hogy csirkepiac, vagy baromfi piac rész, a zöldséges piac résszel, azt látom, hogy nagyon szépen megújul, megújulnak az iskolák, ha valaki elmegy a Kovács Mihály iskola előtt, az látja azt, hogy nagyon megújult, nagyon szép. Ha valaki be tud menni, én jártam egy bejáráson, új részek vannak hozzáépítve. Aki oda járt abba az iskolába, az rá se ismer belülről, mert teljesen megújult, teljesen 21. századi körülmények között vannak. És hát ahogy említette ön is, és hát így hívtuk én is, hogy Kisfürdő, hiszen ez az karcagi Akácliget strandfürdő, de a karcagiaknak mindenkinek a Kisfürdő, hiszen a nagyfürdő a Berekfürdő volt. Ott is egy nagyon csodálatos rendezvény tér, egy rendezvény terem épült meg, kiszolgáló helyiségekkel, konferenciáknak, rendezvényeknek, vacsoráknak, akár esküvőknek, lakodalmaknak is hely tud adni. Én azt gondolom, hogy egy olyan szolgáltatás lett a strandfürdőbe, ami meg tudja hosszítani az ott eltöltött időt, hiszen a karcagiak szeretik a termálvizet, a karcagi fürdőnek a vizét, de akik messzebbről jönnek, vagy akár rendezvényeket, egy konferenciát megtartani, azoknak nagyon jó ez a strand. És igen, a környéken is nagyon sok dolog újult meg. Tiszafüreden, piaszcsarnok, új orvosi rendelő, Abátszalókon a strand újult meg. Tehát aki megtehette, és néhány alkalommal a családdal voltunk Abátszalókon, aki évekkel ezelőtt volt, az nem ismer rá akár Abátszalókra. De Berekfürdőn is most fogjuk átadni a rendezvényteret. Én azt gondolom, hogy az egész környék megindult egy fejlődés útján az elmúlt 8-10 évben, és én abban bízom, hogy ez a fejlődés továbbra is folytatódni fog, hiszen tervek vannak, elképzelések vannak, és hát látni fogjuk azt, hogy ez a fejlődés nem áll meg, mert nem állhat meg. Képviselő úr említést tett a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményről, de a középiskolák vonalában is újítás történt, hiszen a Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nemrégiben került átadásra. Így van, egy különleges és egy érdekes fejezete Karcag oktatás történetének, hiszen egy nagymúltú középiskola, a Szent Annai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, amit mindannyian Tekónak hívjuk. Én azért tartom fontosnak, hiszen ez az intézmény egy karcagi intézmény. Nagyon sokan jöttek ide a környékbeli településekről, nagyon sokan tanultak itt, hiszen a kollégiuma mindig tele volt, de én azt tartom az előnyének, hogyha a karcagi mentalitás, a karcagi gondolkodás jön át ezen az intézményen. Hiszen egy távol Budapesten, egy minisztériumban, egy főosztályon nem olyan gazdái ennek az intézménynek, mint hogyha karcagiak, akár a karcagi református presbitérium, a karcagi református egyház dönt, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy ez egy jól működő, a hagyományait tiszteletben tartó, és egy olyan iskola legyen, ahova szívesen jönnek a környékbeli településekről és Karcagról is a diákok. És én azt gondolom, hogy ezzel csak erősödik a karcagi oktatási rendszer. Térjünk át a turisztikára. A Tiszató térsége környéke képviselő úr szerint milyen szezon zárt, amely most egy rendhagyó szezon volt? Én nyár elején azt gondoltam, hogy egy jó szezont fog zárni, hiszen
A Tiszató térségébe beletartozik Berekfürdőtől kezdve Tiszafüred, Abátszalók és a környékbeli települések. És a koronavírus járvány, amikor a tavaszi zárlatok fel lettek oldva, akkor az emberek szerettek volna elmenni egy kicsit nyaralni, egy kicsit pihenni. Külföldre nem mentek, és én azt gondolom, hogy nagyon jó is, hogy az emberek belföldön nyaraltak. És keresték azokat a helyeket, hogy hol lehet nyaralni belföldön, a Balatontól kezdve, a Velencei tó, és felfedezték a Tiszatavat is. Nagyon sokan jöttek, és én találkoztam a Tiszatónál olyan turistákkal, olyan itt pihenőkkel, akik a Balaton partjáról jöttek, akár minden évben külföldön, egzotikus tengerparton nyaraltak, és rácsodálkoztak, hogy Magyarország milyen szép, milyen csodálatos helyek vannak, és azt mondták, hogy persze, ha feloldják ezt a korlátozásokat, akkor el fognak menni következő nyáron azokra az egzotikus helyekre, ahova eddig jártak, de le fognak jönni ide a Tiszatóhoz, mert csodálatos. Én is a családdal együtt többször voltam lent Abátszalókon, a strandon, hatalmas élmény. És hatalmas élmény Berekfürdő is, hiszen minden karcaginak, minden itt élőnek azért hozzátartozik az életéhez a karcagi kisfürdő és Berekfürdő is. Ha behunjuk a szemünket, akkor meg tudjuk mondani, hogy melyik strandon vagyunk, hiszen más illata van a karcagi fürdővízének, más illata van a berekfürdői víznek, úgyhogy mi becsukott szemmel is meg tudjuk mondani, hogy melyik strandon ülünk, hol vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a mi életünk része. Abátszalókon nemrégiben került sor a térségi polgármesterek részvételével egy megbeszélésre, ahol Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos is jelen volt. Hogyan zajlott? Hát ez a Magyar Falu program, hiszen azok a települések, amelyek 5000 lélekszám alatt vannak, azoknak egy kormányprogram fejlesztési lehetőséget biztosít. Ezek akár temető, karbantartás, utak, járdák, szociális intézmények fenntartása, akár elhagyott házak megvásárlása, üres telkek közművesítése. Tehát az a lényeg, hogy ezek a kis települések, ahonnan költöznek el a fiatalok, ilyen például a falusi csok, hogy ott maradjanak, költöznek el a fiatalok, kevesebb a munkalehetőség, de mégis ezek a kis települések tudjanak olyan életszínvonalat biztosítani, hogy a fiatalok ott maradjanak, az idősebbek is jól érezzék és komfortosabban érezzék magukat. Tehát ez a kormány biztos, akihez tartozik ez a terület, a Magyar Falu program, Gyopáros Alpár eljött a környékbeli települések, kis települések polgármesterével, pedig egy jó eszmecserét folytattunk, hogy mire lehet számítani, hogy lesznek a pályázatok, mire kell egy pályázatnál figyelni, mire kell egy fejlesztésnek figyelni. Én örülök annak, hogy Kenderes kivételével minden település képviseltette magát, mert fontos a települések fejlesztésének ez a szegmense is. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Én is köszönöm a lehetőséget.